estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Tehetség, kreativitás, különleges technikák, Fehérváron mérték össze tudásukat az ország legjobb női szakma tanulói a szakmasztár verseny keretében. Sportos, visszafogott, letisztult vagy éppen merész. Ilyen sokszínű repertoárral érkeztek a versenyre az ország legjobbjai Székesfehérvárra. A próbababákon sorakoznak a női szabóverseny résztvevőinek bemutató darabjai, az asztalon pedig az elkészült ruhák tervei. Itt pedig már szabócentit ragadtak a diákok, varrógép beállítva és szárnyalhat is a fantázia. A hozott alkotások mellett ugyanis a munkafolyamatot is zsűrizik a szakértők. 10 szabó mesterséget tanuló diák méri összetudását 2 napon át az Árpád iskolában. Itt már a legjobbak mutathatják be ötleteiket és kreativitásukat az ország szinte minden pontjáról. Középiskolában nekem hiányzott az, hogy kreatívan alkotni valamit. És ez a szabóság az igazából tökéletesen fedi azt, hogy emberekkel is foglalkozunk, meg logikai dolgokat is azért így próbálgatunk, meg mindig ez kísérletezéssel jár, hogy hogyan áll össze egy ruha, meg úgy az emberek mit szeretnek egy ruhában, vagy mitől lesz az egy kedvenc ruhadarab. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008-tól szervezi meg a tanulmányi versenyt a végzős szakiskolások szakmunkás tanulók körében. A szakmasztár versenyek elindításával szerettük volna azt a régi szakmai tanulmányi versenyek hangulatát is feleleveníteni, és megismertetni a mai fiatalokkal is, milyen egy szép szakma, és milyen büszkék azok a fiatalok, akik egy-egy ilyen szakmát választanak, hogyan tudják megmutatni magukat, mind abban a tudásban, amit a képzés ideje alatt elsajátítottak, illetve hogyan tudják megcsillogtatni a tehetségüket is, hiszen ezeken a versenyeken nagyon sok tehetséges fiatal mutatta már meg magát, akik a versenyek után gyakorlatilag azonnal állásban munkahelyre kerültek, sőt van köztük olyan, aki ma már vállalkozóként a saját vállalkozását is vezeti, hiszen a kezdetek azok több mint 10 évre nyúlnak már vissza. A szakmai döntőt sajnos nem lehet megtartani az idei tanévben, ezért ezen a válogató versenyen nyújtott teljesítményük alapján fogják a tanulók megmutatni a tudásukat, és ez alapján, ha elérik a versenyszabályzatban előírt követelmény szintet, illetve ezt meghaladó szintet, akkor felmentést nyerhetnek egyébként a szakmai vizsga alól. Ez egy 2 napos verseny, tehát több részből áll maga a verseny. Egyrészt ahhoz, hogy ide bekerülhessenek, már egy írásbeli fordulón minden egyes megyéből teljesíteni kellett egy bizonyos szintet. Ez általában egy 60%-os szint, de minden szakmánál és minden területen más az a százalék, amit el kell írni, hiszen ide a legjobb 10 tanuló jöhetett. Tehát az egyéni teljesítményüktől is függ, hogy ki az, aki ide bekerülhetett. Ezután az írásbeli forduló után el kellett készíteni minden tanulónak egy vizsgaremeket, és ezt a vizsgaremeket be kell mutatniuk egy komplett dokumentációval. Ezt a dokumentációt úgy kell elképzelni, mint egy portfólió, ahol a fotókkal, a modellrajzokkal együtt benne vannak azok a műszaki ismeretek, tudnivalók, ahogyan ő elkészítette ezt a vizsgaremeket, illetve azt is bemutatja konkrétan, hogy hogyan készítette el ezt a vizsgaremeket. Természetesen mellékelni kell hozzá minden olyan anyagot, ami alapján a versenybizottságnak be tudja bizonyítani, hogy valóban ő készítette el ezt a vizsgaremeket. Ezt a vizsgaremeket utána szóban meg is kell majd védenie, és egy szakmai beszélgetésen fogja tudni megindokolni, hogy egy-egy műveletet miért úgy végzett el. Ezen kívül a mai napon itt különböző vizsgafeladatokat fognak készíteni. Előre meghatározott modell kell majd nekik megvarniuk, utána pedig
lesz ez az úgynevezett szakmai beszélgetés, és a holnapi napon szintén folytatódik egy másik modell elkészítésével. Az egyik egy lakástextil termék, a másik pedig egy női ruházati terméknek az elkészítése. Amikor ezeket elkészítették, a versenybizottság természetesen a meghatározott szempontok szerint értékelni fogja ezeket a modelleket, és utána pedig a záró feladat majd egy szóbeli, gyakorlatilag vizsgatevékenységnek megfelelő beszélgetés lesz, ahol az elméleti ismereteikről fognak majd számot adni. A verseny teljes folyamán névtelenségben vannak a tanulók, hiszen éppen már túl vagyunk azon, egy azonosító számot húztak, tehát sem a versenybizottság, sem a tanulók nem tudják egymásról, hogy őket hogyan hívják. Természetesen majd ők beszélgethetnek és megismerkednek egymással, hiszen a versenynek ez egy másik célja is. De a vizsgabizottság nem fogja a tanulók nevét és az azonosító számát csak majd az utolsó pillanatban megtudni. Itt a kétnapos verseny után nem történik eredményhirdetés most, hiszen mivel hogy ez a verseny itt nem tudott így lezárulni, ezt majd a későbbiekben fogják megtudni, hogy ki milyen eredményt ért el. A versenynek első alkalommal adott otthont a fehérvári Árpád suli. Most nálunk a szakma kiváló tanulója verseny Női Szabó szakmájának a válogatója zajlik, ez tulajdonképpen az elődöntő, ami itt a kialakult koronavírus helyzet miatt egyben döntővé is minősült itt sajnos itt az elmúlt délután folyamán. Nagyon örülünk, hogy itt van ez a verseny, ez nekünk nagyon fontos, ugye kreatív iskolaként, szabóképzést ugye mi is folytatunk. Az eddigi országos megmérettetéseken rengeteg tehetség mutatkozott már be a szakmai bizottság előtt, összesen 43 szakmában. A tavasz egyik első jele, hogy hagymaillat terjeng a megyei erdőségek egy részén. Az enyhe télnek köszönhetően egy kicsit korábban bújt ki a medvehagyma a földből, és elindult a szezonja. Medvehagymától zöldel a Soponyai Vadaspark területe. A hónap elejével elkezdődött a népszerű vadfokhagymaként is ismert növény szezonja, mely egészen április elejéig tart majd. Utána jártunk, hogy mi mindenre jó ez a szezonális csodanövény, és persze annak is, mennyit és persze hogyan szedhet belőle a turista. Idegen vezetőnk Soponyán a Vadaspark vezetőhelyettese Kovács Norbert lesz. Nem szoktuk kitépni tövestől általában medvehagymát, bár hogyha kihúzzuk, tehát akkor sem okozunk túl nagy kárt az állományban, ugye, mert gyakorlatilag millió számra található. De leginkább ez így föld fölött szoktuk egy picit lejjebb lehet nyúlni, egy centiméterre mondjuk ugye a föld felszín alá. És rendkívül erős ugye, fokhagyma illata van. Ugye vadfokhagyma is az egyik népies elnevezése. És ez gyakorlatilag nyersen is így, ahogy van. Lehet fogyasztani rögtön. Persze még számtalan módja van a növény felhasználásának, de erről majd később. Most már tudjuk, hogy mi a legszakszerűbb módja a medvehagyma szedésének, nézzük, milyen élettani hatásai vannak a szezonális csodaszernek. A medvehagyma tulajdonságai a fokhagymáéval egyeznek meg, serkenti a gyomor, a belek működését, de a növény csökkenti a vérnyomást is. Amit érdemes róla tudni, fontos, hogy egy évelő őshonos növényünk, egyéb nevei például a kígyóhagyma vagy salamás. Nagyon elterjedt növény, síkvidéken azért ritkábban találkozunk vele, de középhegységeinkben, hegyvidékeinken nagyon gyakori, és rendkívül jó egészségügyi hatásai vannak egyébként az emberi szervezetre. Tehát kiváló vértisztító, vesetisztító hatásokkal bír, gyomorbántalmakra, bélbántalmakra kiváló, és ugye nagyon sokrétű a felhasználása is. Így aztán kerülhet belőle a salátákba, rántottába, de akár pogácsába is. A növénynek immunerősítő hatása is van. Használhatjuk akár tojásrántottához, akár medvehagyma krémlevest készíthetünk belőle. Ezen kívül pogácsába belesüthetjük. Tehát nagyon sokféle a gasztronómiai felhasználása.
A medvehagyma levelei szélesek, laposak és jellegzetes illatúak. Szedésénél azonban mindenki legyen körültekintő. A következő hetekben ugyanis elkezd majd nyílni a gyöngyvirág is, mellyel hasonló levelei miatt könnyen összetéveszthető a növény. A gyöngyvirág azonban már kis mennyiségben is erősen mérgező. Tömegben ő itt síkvidéken, ugye mezőföldön nem túl gyakori, de a tipikus élőhely ez a nedves talajú, mondjuk tölgyes erdő, tölgyes, esetleg gyertyános, de inkább a gyertyán ugye a dombvidékeken, hegyvidékeken jellemző, illetve a bükkösökben. Most a gyöngyvirágnak ugye az élőhelye is azért sok területen azért más, főleg ugye hegyvidékeken jellemző, és májusban alapvető, amikor ugye már a medvehagyma elvirágzik. Tehát április-májusban elvirágzik, akkor már is nagyon érdemes szedni, mert ugye a benne lévő ízanyagok, hatóanyagok azok jóval gyengébbek már akkor. És a levél alak az mindenképpen meghatározó az illat mellett, ugye amit mondtam. Ilyen kis tojásdad nagyobb levelé vannak, szélesebbek. A medvehagymának meg ilyen kis kicsúsosod láncsaszerű levelekkel rendelkezik. Most, hogy már szinte mindent tudunk a szezonális csodanövényről, azt is megsúgjuk, hol talál belőle a gyűjtögető turista Fejér megyében. Hát itt ugye a Soponya környéken kívül, ott a keleti Bakonyban például, ami Fejér megyének ugye a nyugati, északnyugati területén fekszik. Hát ott főleg a völgyekben ugye, a völgyek aljában lehet hatalmas, több hektáros medvehagyma mezőket találni. Ezen kül a Vértesben, ugye a Vértes mély szurdok völgyeiben is rendkívül elterjedt. Ezen kívül, tehát a Vértes, Bakony, illetve a Mezőföld néhány pontját leeltekintve nem igazán jellemző a megyében. Ha pedig sikerült rátalálni a növényre, ne legyünk mohók, naponta ugyanis személyenként 2 kilogrammot szedhetnek belőle a kirándulók. Ez a mennyiség azonban biztos, hogy az egész családnak elegendő, akár egy komplett menü sorra is. Jó étvágyat! Rossz hír az allergiásoknak, elkezdődött a szezon. Érdemes felkészülni, ezt megtehetjük akár gyógyszerekkel, akár gyógynövényekkel, akár házi praktikákkal is. A szokásosnál előbb kezdődött az allergia szezon, ilyenkor a tünetek is hamarabb és fokozottabban jelentkezhetnek. Orrfújás, szemviszketés, tüsszögés, mind-mind tünetei az allergiának, ezeket érezhetik azok, akik a tavaszi, korai időszakban allergiások. A fák már javában rügyeznek, ezért már most érdemes mindent megtenni azért, hogy ne alakuljanak ki a komolyabb tünetek. A gyógyszeres kezelések elkezdése mellett fontos a táplálkozásra is odafigyelni, de a vitaminok fogyasztása és a szervezet méregtelenítése is hozzájárulhat ahhoz, hogy kevésbé érezzék az allergiások a kellemetlenségeket. Aki nagyon érzékeny és a nagyon korai pollenekre allergiás, annak már sajnos a tünetek megjelentek. Mindenféleképpen fontos az, hogy a kézmosás, a pollenektől való távoltartás. Tehát ezt gondolok itt arra, hogy amikor valaki hazamegy a szabad levegőről, ha nagyon érzékeny, akkor igenis hajat kell mosni. Sajnos, hogyha a párnára lehajtja a fejét, nagyon sok pollen tud bejutni a légzőszervekbe, és ez irritációt okozhat. Na most végül is azért az én hitem és meggyőződésem az, hogy az allergia az mindenféleképpen egy immungyengeségből fakad. Tehát az immunrendszerrel is kell foglalkozni, nem csak kifejezetten magával, az allergiával. Mert nyilván, hogy aki allergiás, az elmegy orvoshoz, megkapja a maga gyógyszerét, és azt tudja, hogy kell szedni. Általában ezek ugye antihisztamin tartalmú készítmények, ezeket szedi. De én azt gondolom, hogy ezen túl is tehet az egyén önmagáért. Megpróbálja az immunrendszerét erősen tartani, mégpedig úgy, hogy megfelelően mozog, megfelelően táplálkozik, és a vitaminbevitellel is megfelelően bánik. Mit gondolok én vitaminbevitel alatt? Ilyenkor nagyon-nagyon fontos, egyébként nem csak ilyenkor, hogy általában véve mindig a C és a D vitamin. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ugye a D vitaminról már sok minden kiderült. Évekkel ezelőtt, amikor én kezdtem a pályámat, akkor még annyira óvatosak voltunk, hogy egy héten kétszer csak a 3000 nemzetközi egységnyi D vitamin. Hát ettől most már nagyon messze vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy most már mindenki tudja, hogy nagy jelentősége van az allergiában is. És általában véve az allergia
ha egyszer megjelenik, akkor nagyon sokszor a keresztallergia is veszélyessé válik, tehát figyelni kell arra, hogyha én pollenallergiás vagyok, akkor az olyan táplálékokat, amelyek kifejezetten allergének lehetnek, hisztamin jellegűek, akkor azokat megpróbálom visszaszorítani a táplálkozásomból. Emellett a gyógynövényüzletekben kapható készítményekkel is sokat tehetünk a megelőzés érdekében. Szerencsére van nagyon-nagyon sok minden. Ugye tudjuk az allergiának a mienségét, a lefolyását tudjuk. Tehát az, hogy a hisztamin felszabadul a nyálkahártyákon vérbőséget okoz, és az okozza ezt a problémát. Most ezt a hisztamin felszabadulást gyógynövényekkel tudjuk kordában tartani, a fekete kömény kivonatok csodálatosan működnek, de ugyanilyen jól működnek a szőlőmag kivonatai is. Az érfalakat erősen tartják, nem engedik meg, hogy a hisztamin át tudjon hatolni rajta, és hogy a környező nyálkahártyán állott irritációkat okozzanak. De ezek ugye a flavonoid tartalom miatt tudják azt, amit tudnak, tehát egyéb a más flavonoid tartalmú készítmények, amelyek kvercetint, hesperidint, rutin tartalmaznak, mindegyik megfelelő és jó. Egyébként mi a tapasztalat, hogy mennyire bíznak a természetgyógyászatban e tekintetben az emberek? Igazából aki megtapasztalta a jótékony hatását, az nagyon bízik, és annak a környezete is nagyon bízik, mert vannak nekem olyan betegeim, akik évek óta visszajárnak, és már körülötte az egész baráti társaság, aki ilyen problémával küzd mindenki, mert én mindig azt mondom, hogy ilyenkor kell elkezdeni, el kell kezdeni tisztítani a szervezetet, egy kicsit a májat méregteleníteni, a beleket, azt a bizonyos bionomikus rendszert, a probiotikus közeget megerősíteni, és utána célzottan adni egy gyógynövényes antihisztamin ellenes kúrát, és ez teljesen jól működik. Az elkövetkező napokban a ciprus és tiszafa félék, az éger, a mogyoróvirágpora, de a kőr is és a nyár, a juhar, a szil, valamint a fűzvirágpora országszerte jelen van a levegőben, ezért az allergiásoknak ajánlott minél kevesebb időt tölteni a szabadban. Átmenetileg nem fogad adományokat a kríziskezelő központ, csak a legszükségesebb létszámlát elszolgálatot a telephelyeken. Az intézmény arra kéri gondozottjait, hogy lehetőleg ne menjenek közösségbe. Szigorú szabályozások léptek életbe a kríziskezelő központban. Március 8-ától rendelt el az országos tiszti főorvos a látogatási tilalmat valamennyi bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményben. Ez érinti a kríziskezelő központ összes telephelyét, bentlakásos intézményét. Ezért az ellátottak egészségének érdekében bizonytalan ideig sem látogatókat, sem adományokat nem fogadnak, hogy minél inkább csökkentsék a fizikai érintkezéseket. Átmenetileg a külső szakemberek sem mehetnek be az intézménybe. Csökkentett létszámmal dolgoznak, hogy a működés ne kerüljön veszélybe. A szolgáltatások továbbra is működnek, az utcán élőket is ellátják. Mi is elrendeltük, kifüggesztettük, tájékoztattuk a klientúrát, amennyire tudtuk a Facebook oldalunkra is föltettük, hogy senkit nem engedünk be. És ezt próbáljuk nagyon szigorúan betartani, tehát lemondtunk minden szakembert, minden esetmegbeszélést, minden külsős olyan programot, ami esetleg látogatást, vagy ugye külsős ember megjelenését vonta volna maga után. Van szenzoros, itt a Sörháztér 3 szám alatt van szenzoros ilyen készfertőtlenítőnk, ez már korábban felszereltük szerencsére. Ezt használják is az emberek, de nagyon szigorúan próbáljuk betartatni a hajléktalanokkal, a kollégákkal is természetesen, hogy folyamatosan fertőtlenítsék, és alaposan, ugye ez nagyon fontos a kezüket. Elég sok intézkedést hoztunk, tehát ügyeleti rendszert vezettem be a kollégák munkaidejében. Ez azt jelenti, hogy csak a legszükségesebb létszám legyen minden telephelyen, éjjel-nappal, ugye nem tudunk bezárni, ez nem az intézménytípus, hogy lehető legkevesebben legyenek, ami még nem veszélyezteti az ellátást, ugye a szolgáltatások működnek, de folyamatosan fölhívjuk, főleg az idősebb korosztály, a betegesebb korosztály a szálláson, a menhelyen, hogy ne mászkáljanak, ne menjenek, ugye nem tudjuk lezárni, mert megtiltani, de határozottan ezt folyamatosan kértem a kollégáktól, én is tájékoztattam az embereket, akiket tudtam, hogyha kell, bevásárolunk nekik, segítünk megvásárolni, kollégák elmennek, és ezek a női például hasonlóképpen működnek, mert ott vannak is idősebbek, beteg hölgyek. Úgyhogy ebben próbálunk segíteni az embereknek. Az utcai ellátásban némi korlátozást vezettem be, hogy a teasjárat ezen a héten már csak egyszer megy, az is csak délutánonként.
viszünk ki vizet, élelmiszert azokon az útvonalakon, amiket megszoktak az emberek. Erről az elmúlt héten tájékoztattuk őket, hogy próbálunk az érintkezést, a kontaktust gyakorlatilag megszüntetni. Az ellátást ilyen formában, hogy hetente egyszer viszünk ki ellátást. Az utcás iroda szintén heti egyszer biztosítja az ellátást, a tisztálkodást, a zuhanyzási ügyintézési lehetőséget, de kértük az embereket az utcai szolgálaton keresztül, hogy lehetőleg csak végszükségben jöjjenek. Tehát, hogyha nem muszáj, nem mozduljanak ki, ne intézzenek hivatali ügyeket mostanában, illetve hát ugye az intézménybe se jöjjenek minden áron, csak hogyha ugye mi tudunk segíteni, és ez rendkívül szükséges. Úgyhogy folyamatosan próbáljuk beszerezni, ami hiányzik, ugye, ami rajtam is látható, ezt a kolléráknak is folyamatosan megkövetelem, hogy, hogy egyrészt ugye ez a szemüveg is azért védi a kötőhártyát, amennyire lehet óvjuk meg egymást, hiszen a kolléga is terjesztett bármit, hogyha úgy alakul. Szájmaszkot, ami valamennyire véd, de hát elsősorban a betegeknek kéne hordani, kesztyűt, fertőtlenítőszereket folyamatosan, szerencsére van mindenünk felületfertőtlenítő. A város is megígérte a polgármesterről, hogy beszerzi nekünk ilyen fertőtleníthető ez a védő felszerelést. Mert ugye a hajléktalanok esetében, ha bármi olyan történik, akkor az adott telephelyen, talán itt van a nagyobb tömeg általában a sörháztéren. Az intézmény dolgozói védőfelszerelésben látják el feladataikat, és az épületekben folyamatosan biztosítják a készfertőtlenítőket, alkoholtartalmú tisztítószerekkel takarítanak. A sörháztéren pedig egy elkülönítőt alakítanak ki. Az utcás iroda zuhanyzójába fogjuk kijelölni azt a elkülönítőt, nevezzük így, hogyha valaki olyan gyanús esetre találkozik, hogy el kell különíteni, és ugye a protokoll szerint értesítjük házi orvost, vagy éppen akit el tudunk kérni. Lezárjuk és megszervezzük az ellátását, szerencsére ilyenről jelenleg nem tudok. Próbálunk hőmérőket beszerezni, kicsit próbálunk mi is így előrébb menni, hogy olyan hőmérőt, amivel itt azonnal látjuk, hogy esetleg valakinek van-e hőemelkedése, esetleg láza. Az orvosi rendelő asszisztens doktor úr ebben nagyon partner, a rendelési időben ezt őt fogják végezni nagyrészt. Aztán meglátjuk. Tehát ugye az intézményt nem tudjuk lezárni, nem is kell, de folyamatosan fölhívjuk az emberek figyelmét. Ahogy próbálom ismételni magam, hogy ez nem játék, tehát nem akarunk pánikot kelteni, szeretnénk mi is intézményesen megelőzni, hogy esetleg a vírus elterjedjen, bejöjjön egy intézménybe, zárt térben, sok ember, mindegy, hogy kolléga vagy lakó, és ugye vannak beteg, kronikus hajléktalanjaink, és ezért sokkal veszélyesebb. Meglátjuk, reméljük, hogy megússzuk és meg tudjuk előzni. Amit tudunk, korlátozunk szolgáltatásokat, ami nem feltétlenül szükséges a napi életritmusukhoz, az embereknek, amiben tudunk segítünk, pénz rendelkezésre áll, tehát nincs olyan gond, hogy nem tudunk valamit megvásárolni, vagy megvenni, szerencsére azért ez rendben van nálunk. Az intézményvezető hozzátette, ellátottjaik között több olyan beteg legyengült ember van, akik esetében végzetes lehet a vírus. Hangsúlyozta, a kríziskezelő központ erőn felül igyekszik megelőzni a fertőzéseket, mind az épületek falai között és azon kívül is. Kedves nézőnk, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!